Uram, kívül vagy az időn, csak mi viaskodunk vele, hogy ne csak múljék, de teljék is. Hogy megtelhessen naponként a jelenléteddel, hogy merjünk élni és mégis örülni, és mégis szeretni, és mégis újra kezdeni mindig mindent veled és benned. Köszönjük, hogy nekünk ajándékoztad még ezt az esztendőt. Köszönjük benne a jó napokat és a próbák idejét, a mosolyos órákat és a könnyes perceket, minden szót, amely igazított rajtunk, és minden kritikát, amely sebezve gyógyított minket. Most az év utolsó napján már nem időt kérünk tőled, csak kegyelmet, lelked vezetését, hogy a még kapott időben azt tehessük, és azt kérhessük, amit te is jónak látasz, és akarsz ebben az órában is, én is, testvéreim is, együtt. Ámen. Az a szent ige, amely szólott hozzám, és amely szól hozzátok, amelynek alapján igét szeretnék hirdetni Isten szent lelkét, segítségül hívva, segítségében reménykedve, hitetekre és imáitokra is támaszkodva, megvan írva a zsidókhoz írt levél 13. részében, az első 3 versben, a 7. és 8. versekben, eképpen. A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársak volnátok. A gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Ne feledkezzetek meg veszetőitökről, akik az Isten igéjét hirdették néktek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitöket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Már december első napjaiban azt kértem a gazdánktól, hogy legyen elég erőm, hogy ezen az órán itt lehessek, hogy kapjak igét, amit elmondhassak, és Isten szent lelke megsegítsen, hogy ne csak én szóljak, hanem ő is tegye hozzá a lényeget. Egész különös módon, különösképpen kaptam ezt az igét autóbuszon. Egy újpesti autóbuszon, amely túlságosan is zsúfolt volt, hely már nem jutott, valahol szorongtam középen, zögykölődött itt a külvárosba, és hirtelen valahol ott a régi főbusz elektromos művek környékén kinéztem az ablakon, és meg kell mondanom, hogy hirtelen valami lelki rosszullétet éreztem, szinte pánik érzés vett rajtam erőt. Nem tudtam, hol járok. Azt tudtam, hogy néhány száz méterre arrébb születtem egy házban. Azt tudtam, hogy valahol itt van az az elemi iskola, ahova én jártam, és talán az a pirosan csillogó valami távolból néhány sarokra ott két új épült magas ház között, az lehet talán az a gimnázium, ahol érettségiztem. De rendkívül rossz érzés volt, hirtelen, mintha meg
megkóvályogott volna minden körülöttem és bennem, nem találtam helyemet a szülővárosomban. Egy buszon haladva eltévedtem. Azután megpróbáltam elképzelni azokat a régi utcákat, amelyeken jártam, a Nyár utcát, az Ősz utcát, a Tél utcát, és még inkább rossz érzés fogott el, mert riadtam, döbbentem rá, hogy nézem ezeket a nagy házakat, és nem látom tőlük azokat a régi kis viskókat. És még örültem az újnak, valami riadság szorongatta a torkomat, hogy nem emlékszem. Hogy is volt, hol is volt? Hát ennyire minden más, semmi sem maradandó, minden múlik. Ennyire elfelejtettem volna, hol voltam én kisgyermek, diák, hol kezdtem az életemet. Valaki a buszon mellettem éppen a világhelyzetet taglalta keserűen, és a másik meg a gazdasági helyzetet, amikor egész csöndesen, szelíden és valami egész különös kedvességgel megszólalt a fejünk fölött a hangszóró, nyilván a vezető szólt bele, ritka dolog, kedves dolog, rendkívül udvarias dolog, mert azt mondott, hogy tessenek fogózkodni. Aki csak tudott valamit, megkapott, és fogózkodtunk, és valóban egy építési terület utcáján hirtelen nagyon elkezdett rászkodni, zögykölődni az autóbusz. Ketten-hárman, akik nem fogóztak, egymásnak estek, akik fogóztak, valahogy kapaszkodtak. És ebben a himbálódzásban, ebben a rászkódásban, ebben a kapaszkodásban, mondjam így, hogy jutott eszembe, mondjam így, hogy döbbentem rá, mondjam így, hogy ugrott be, mondjam hát Újpesten születtem, újpesti nyelven. Ez az ige. Eszembe jutott, hogy ezt a héber levelet, amikor írták úgy 66-ban, akkor kezdődtek a nagyon nehéz idők a keresztjének. És hogyha összefoglalnám mai újpesti nyelven ennek a levélnek a tartalmát, akkor csak úgy tudnám összefoglalni, hogy beszólalt az a vezető az autóbusz mikrofonjába, hogy tessenek fogóckodni. Ez ennek a levélnek a rövid tartalma. Jakabot, Jézus rokonát már Jeruzsálembe lefejezték. Már mindenki menekül Jeruzsálemben. Részben a zsidók, részben a pogányok, részben a rómaiak üldözik az első keresztjéneket. Nagyon nehéz idő jön. Nem tudjuk, ki írta ezt a levelet. Talán Barnabás Pálnak a rokona, névtelen valaki, nincs is írója, de mégis apostoli lélekkel írta. Előre látta, mi jön. 4 év múlva Titus hadai megindulnak, és kőkövön nem marad Jeruzsálemben a levél írása után. Sóval hintik be Jeruzsálem utcáit, csak a siratófal marad meg. E nagy pusztulás előtt 4 évvel íródik ez a levél. És még megszólalt fölöttem, igen, fölöttem ez a figyelmeztető hang, hogy tessenek fogózni, beugrott. Igen, elért a szívemig és az agyamig ez az ige. Figyelmeztető szó, belülről, felülről, messziről, mégis közelről. És akkor már tudtam, hogy ez az ige. Miről szól, mire figyelmeztet ebben a néhány sorban, amit mikor hazaértem, kikereste? Mint egy testamentumként, egy nagyon nehéz idő küszöbén ráhagyja az a névtelen pásztor a riadt nyájra. Egy új korszak küszöbén ráhagy egy valamit, amire azt mondja, hogy az maradjon meg. 4 valamitől az, amire azt jegyzi fel, hogy arról el ne felejtkezzetek. És megmondja, hogy mibe kapaszkodjon. Mi az az egy, amire azt mondja, hogy ez mindenképpen maradjon meg.
A testvér szeretet, a Philadelphia, az eredeti görög szöveg szerint. A lelki testvér kapcsolata a lelki testvérhez. Az maradjon meg mindenképpen. És hogy mennyire megmaradt, az akkori kémjelentések jelentik az akkori császárnak, hogy különös nép ez, így kezdődik egy kémjelentés. Különös nép ez, többenetes, ahogy szeretik egymást. Sőt, még a mieinket is, hogyha betegek vagyunk, vagy elesettek. Hát megfogadtak, megmaradt bennük, bármi történt légyen, bárhova futottak, bárhol voltak a testvér szeretet egymás iránt. Mi az a négy, amire azt mondja, azt kéri, hogy el ne felejtkezzenek? A vendégszeretetről. Itt jól tudjátok, hogy nem a lakmározásról volt szó, hanem arról, hogy amikor az egyik keresztjén ment, futott, bújt, akkor nyitott ajtóra találjon a másik testvérnő. Az, arról el ne felejtkezzetek. Mert nem tudjátok, hogy nem angyalokat vendégeltek-e meg. Hogy mondja a mi Urunk Jézus Krisztus egyszer, aki egyet is befogad az én nevembe, az én kicsinyeim közül, nyilván nem kicsikről van szó, csak kisgyermekekről, az engem fogad be. Mi az, amire még fölhívja a figyelmünket? El ne felejtkezzetek a foglyokról. A foglyokról. Nem különös testvérek, most fejeződik be a gyermekéve. És eddig a világon ennyi gyermek még nem éhezett, mint ebben az esztendőben. És ennyi fogoly még nem volt, mint ebben az esztendőben. El ne felejtkezzetek a foglyokról. Amikor ez a levél íródott, akkor nagyon jól tudta az írója, hogy ma, aki még kint van, holnap bent lehet. Ma, aki szabad, az holnap rab lehet. Mint fogolytársak. Már előre fogolytársak. El ne felejtkezzetek. És a gyötrődőkről, mert akkor gyötrődtek. És mikor nem gyötrődik az ember, mert csak a kosztüm változik, a gyötrődésünk, és az ember nem változik. És nem tudnám megmondani, melyik gyötrődés a kínosabb, a testi vagy a lelki. Együtt jár a kettő egyszer. És azt kell, hogy mondjam, ti már tudjátok. Közel 4 évtized óta mondtam, és amíg élek, mondom, és próbálom gyakorolni. Amikor gyötrődünk, akkor álljunk egy még jobban gyötrődő mellé, mert nem csak rajta segítünk, hanem magunkon is. Amikor nem csak a magunk sebeit és kínjait pörögjük körül, vagy sebeit nyalogatjuk, hanem a másikkal is törődünk. Csillapszik és enyhül a mi gyötrődésünk. Na, negyedik, amire fölhívja a figyelmet, ez a levél írója, ez az apostoli lélek, egy nehéz valaminek a kezdetén, azt mondja, hogy ne felejtkezzetek el vezetőitökről, akik az Isten igét hirdették nékünk. Múlt időben mondja, hirdették, már nem élnek. Nem sokáig élt akkor egy prédikát. Mihányt megtudták, hogy ő a gyülekezet vezetője, már jöhetett is a következő. Nem mentek ott nyugdíjba. Ne felejtkezzetek el életök végéről. És kövessétek hitöket. Nem azt mondja, hogy az életök végét. A hitöket, amit rájött, rátok hagyott, azt kövessétek. Milyen különös, hogy egy nevet sem említ. Nincs név. Egy pásztor nevét sem említi. Névtelenek, ige hirdetők. Voltak, meghaltak, jött a következő, az is meghalt, elvitték, oroszlánok fogai őrölték meg, jött a következő, bár csapta le a fejét, jött a következő. Névtelenek, Krisztus szolgái pásztorok, jöttek, mentek. Ezért mondja az ige írója,
hogy ebben az időben, amikor mindenki jön, megy, mindenki múlik, akkor a testvér szeretet maradjon, erről a négyről el ne felejtkezzetek, és tessék kapaszkodni, egy valami biztos, egy valamivel lehet. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Egyet hagyok rátok, mondja a névtelen író a névteleneknek. Egy nevet említ, egy nevet el ne felejtkezzetek, egy név mindig jusson az eszetekbe. Egy kapaszkodó mindig van. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Még ma is hallom, ahogy megszólal fölöttem a hangszor, hogy tessenek kapaszkodni. És láttam, ahogy hárman, négyen nem kapaszkodtak, estek egymásra, borultak fel, majd a földre estek. Aki kapaszkodott, valahogy megmaradt. Valahogy azon a néhány zögykölös méteren túlhaladtunk, és ment a busz tovább. És engedjétek meg, hogy én most csöndesen azt mondjam, hogy tessetek kapaszkodni. Ne emberbe, ne X-be, ne Y-ba, még ne is egymásba. Jövünk, megyünk, voltunk, leszünk, nem leszünk. Egy valaki marad, egy valaki mindig ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, ami Urunk Jézus Krisztus. És aki ő belé kapaszkodik, mit mond? Csak annak lesz maradandó a testvér szeretete. Csak az nem felejtkezik el a vendég szeretetről. A foglyokról, mert fogolytás. A gyötrődőkről, mert maga is gyötrődik. A vezetőiről és azok hitéről, mert átvette a hitöket, és viszi tovább. Tessetek kapaszkodni, de egyetlen egy valakibe, aki tegnap, ma és mind örökké ugyanaz, ami Urunk Jézus Krisztusban. Tudatosan nem olvastam fel, hogyan folytatja tovább a levél írója, így folytatja, és most már ide lefelé mutatok a megterített asztalra, és be is fejeztem. Jó, ha kegyelemtől erősödik meg a szív. Itt. Ez a kegyelem asztal, ez nem a derék, komfortos, tisztes keresztjének asztala. Ez azoknak az asztala, akik kegyelmet kérnek. A vámszedőké, a bűnösöké, a nyomorultaké, a tagadó Péteréké, a Júdásoké, mert ő is részt vett az úrvacsorán. Ez az asztala, kegyelem asztala. Ez az asztala, a mi asztalunk. Az év utolsó napja, amikor az az üzenet, hogy tessetek kapaszkodni a Jézus Krisztusba, mert nincs más, biztos kapaszkodó nincs, és nem is lesz. Itt a kegyelem. Innen induljunk el, emlékezvén arra, és el nem felejtvén azt, amit kért tőlünk egy névtelen író, egy majd névtelenné váló bojtáró keresztül. Ámen. Kedves atyán, köszönjük néked ezt az esztendőt, ebben mindent, amit adtál, amit örömmel vagy kínnal, de elfogadtunk. Köszönjük neked, hogy megérhettük körülötted, veled, egymásra tekintve, egymásba, sokszor fogózva, egymásba, botolva, tántorogva, elelesve, újra felállva. Köszönjük neked, hogy mégis megengedett, hogy tovább léphetünk. Átléphetünk egy új esztendőbe a te irgalmad és kegyelmed által. Köszönjük neked, hogy te mindig ugyanaz maradsz, Urunk Jézus.
Te az vagy ma, aki voltál, és az leszel, aki vagy. Mert te vagy, az örök vagyok. Köszönjük, hogy amikor minden reng, akkor van kibe kapaszkodni. Van kitől tanácsot kérni. De megköszönjük a kegyelem asztalát, ahova letehetjük, ahol itt hagyhatjuk a múlt év minden nyomorúságát, bántását, bántódását, sértését, sértődöttségét, fájdalmát, kínját, könnyét, örömét. Hadd hagyjuk itt bűneinkkel, vétkeinkkel együtt. Kegyelem Istene, légy lelkünk kegyelme. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen.